Sziasztok, ez egy ilyen kis romantikus hangulatú videóra sikerül, mert útközben, vagy időközben lement a nap. Az előző videóm után veszem föl ezt is, úgyhogy láthatjátok, hogy ugyanabban a pólóban vagyok, valószínűleg nincsen pénz másikra, ugye a gombás kávéüzletből, mert nem lehet vele eleget keresni. És most arról szeretnék beszélni, hogy amikor én elkezdtem a DX-en üzletet, akkor hát milyen problémáim voltak, illetve mi volt az, amit esetleg így nem hittem el, kicsit hitetlen voltam. Meg esetleg, hogy mi az, amit még jobban csinálhattam volna. Tehát amikor én ugye egy most már volt kollégám által, aki most a szponzorom, ugye így bekerültem ebbe az egész DX-en üzletbe, akkor már volt egy picike MLM-es tapasztalatom egy másik céggel, és úgy nagyjából képbe voltam, hogy mit kell csinálni, de aztán utána rájöttem, hogy baromira nem, mert hogy ugye azt is lehetett volna sokkal másképp csinálni, hú, de még mennyire. Meg aztán rájöttem közben a DX-ent is időközben, hogy biztos, hogy lesz még most is olyan, amikor rájövök, hogy hát ezt se így kellett volna. Lehet, hogy például ezt a videót, majd nem tudom, majd, mert mindig ugye az ember, amikor fejlődik, akkor visszanéz egy blogot vagy egy videót, és akkor te jó Isten, itt milyen izé voltam, meg így, meg úgy, tehát mindig valami hibát találunk benne. Na most, mikor ugye engem megfogott ez az egész online hálózatépítés, akkor itt arról szólt a dolog, hogy ugye az embernek legyen egy honlapja, amit akkor is és most is teljesen ingyenesen ad a cég, és nagyon profi honlap, és azon, illetve csináljon saját blogot esetleg, tehát rengeteg ingyen, azt hangsúlyozták, hogy ingyenesen ki lehet használni a Google nyújtotta lehetőségeket. Kicsit közelebb hozom a kamerát, hogy ne valaki messze ott a sötétbe beszéljen hozzátok. Tehát teljesen ingyenesen ki lehet használni rengeteg lehetőséget, ugye a YouTube csatorna is teljesen ingyen van, és nem kell pénzbe fektetni vele, mert utána legtöbb embernek az lesz a kifogása, és ugye esetleg jogosan, hogy valami nem úgy jön össze az üzletben, ahogy ő szerette volna, és ennyi meg ennyi pénzt belerakott, és akkor hát a francba, és akkor buktam rajta, és akkor ugye ezt majd mind a DX-en számlájára rója fölét, vagy a DX-en hibája lesz, holott hát nem baj, ugye a sajátom. Tehát én is futtattam például WordPress kampányt, aztán hát én nem is tudom, hogy lehet, hogy annak kapcsán volt Nigériából, igen, akkor ott talán volt rá jelentkezés, nem tudom, de az a lényeg, hogy csináltam egyszer egy olyan valami ballépést, hogy nem állítottam, hogy mikor érjen véget a kampány. Aztán így futott, aztán észrevettem, hogy hoppá, és akkor nem kevés pénzt kifizettem, de szerencsére akkor éppen ki tudtam fizetni. Szóval fú, csináltam én is olyanokat, hogy ez hihetetlen. Tehát például nem kell WordPress, milyen kampánynak hívják, ez AdWords, bocsánat, nem WordPress, AdWords kampány. Tehát ilyen hirdetéseket. Nem kell azt se kifizetni, mert ezt olyantól is hallottam, aki rengeteg pénzt keres már a DX-ennel, mert ugye lehet rengeteg pénzt keresni, hogy volt olyan, hogy bejött neki, de olyan is volt, hogy nem. Tehát igazából ő nem is futtott, lenne neki rá pénze, de egyszerűen nem foglalkozik vele, mert azt mondja, hogy ez is lutri. Mert ugye kifizet többet a Google-nek, tehát itt is vannak olyan dolgok a háttérben, amiről senki nem tudhat. Csak az, aki a Google. Jó, tehát itt most kitraknak előre a keresésben, nem tudom. Ugye ismerősök, stb. Ebben nem menjünk bele. És akkor ugye, hogy kezdtem én ezt az egészet, ugye, hát hogy online, akkor honlap. És a honlap legyen ugye elérhető mindenhol a honlap. Mindenféle közösségi oldalra ugye regisztráljon fel az ember, és ott, hogyha van ilyen, hogy bio, tehát önéletrajz, meg hogy mivel foglalkozok, oda, hogyha engedi, már pedig engedi, akkor be kell rakni a honlapodat. Meg bármit, amit, és akkor itt jön az a rész, amit a szponzoromnak akkor, hát nem az, hogy nem hittem el, de valahogy mégse úgy csináltam, hogy hát, hogy mit kéne csinálni, mert ugye nem születtem ilyen MLM-es embernek, úgymond, hogy nem vagyok egy MLM-es típus, mert szerintem senki nem az egyébként, esetleg van, akinek jobb beszélőkéje van, vagy közvetlenebb, nem kell telefonálgatni, és tehát valahogy olyan üzletkötős típus, de van, akinek meg az olyan emberek nem jönnek be például, tehát mondom, tehát nem vagyok egy született MLM-es típus, és akkor nem tudok eladni, meg én nem akarok hívogatni senkit, és nem is kell, tehát az fogott meg még benne, hogy nem is kell itt hívogatni senkit, tehát akkor mégis mit kéne csinálni? És a szponzorom is mondta, illetve egy DX-en oktatóanyagaiban olvastam, hogy igazából ami az mindenkiben közös, aki elkezdett DX-en, hogy mindenkinek van egy háttere, mindenkinek van egy története, és teljesen mindegy, hogy milyen szakmája van, milyen iskolai végzettsége van, vagy nincs, fiú-e vagy lány, mennyi idős, sovány, kövér, hosszú hajú, rövid hajú, stb. Mindenkinek van egy története, hogy miért kezdte el, miért van egyáltalán ez a honlapja, miért foglalkozik a DX-en üzlettel.
ugye, a miért megvan, és mit akar vele elérni. És igazából, aki elkezdi, az erről tud beszélni, hogy miért kezdte el a dékszemüzletet, esetleg arról, hogy milyen negatív tapasztalatai voltak, amik elindították arról, hogy úgy is egy vállalkozásba fogjon bele, mert ez egy vállalkozás, az aként is kell kezelni, tehát dolgozni kell vele, főleg amíg beindul addig. Tehát mindez közös abban, aki elkezdi a dékszent, illetve a másik, ugye mivel ez egy termékalapú üzlet, ezért csak akkor érdemes vele foglalkozni, hogyha bármelyik, nem kell az összes, de hogyha bármelyik legalább egy dékszent terméket, te úgy érzel, hogy akkor is fogyasztanád, hogyha nem ezzel akarnál bizniszelni. És arról a tapasztalatról fogsz tudni beszélni, hogy mit tudom én neked a 3 az 1-es Ganoderma kávé, most magamról beszélek, az miért jó, milyen hatása van, és ezt ebbe teljesen hiteles tudsz lenni. Abban nem, hogy fú, mekkora hálózatot építettem föl, meg mit tudom én így, meg úgy, mert ugye nem, hát most kezdted el. Mert nagyon sokat, tehát én is így voltam, hogy bátortalan, hogy hát most ki fog hozzám csatlakozni, hát most kezdtem el, meg most én itt Takács Gergő, a Miskolcról, itt a 4. emeletről, most én mit tudnék nyújtani a világnak, most ki a franc fog hozzám csatlakozni, itt vagyok egy zöldfülű újonc, és akkor kit fog ez érdekelni egyáltalán? Hát pont azokat, akik ugyanolyanak, mint te. Tehát ugye most lehet, hogy nem jó hasonló, de megtalálja a zsák a foltját, hogyha valaki olyan esetleg, most magamról beszélek meg én, hogy hát igazából akit ismerek, meg hogyha megismernek, akkor nagyon közvetlen tudok lenni, talán még jó fej is, de egyébként nem nagyon szeretek túl sok emberrel ismerkedni, meg már az alt sem nagyon szeretem magam közül, nagyon online-ba nyomom az üzletet, és én pont az ilyen embereket fogom bevonzani. Vagy esetleg lehet, hogy pont az ellenkezőit, mert az ellentétek is vonzzák egymást, vagy esetleg azt mondom, hogy a gördeszkásokat, vagy a BMX-eseket, vagy a rövidhajúakat, a sportolókat, vagy akik szeretik az édességet, tehát teljesen mindegy, ugye neked is van egy olyan, vagy aki azt mondja, hogy szeret, nem tudom, milyen könyveket olvasni mondjuk, akkor az olyanokat fogja bevonzani, akik nagyon szeretnek olvasni, vagy nyelveket tanulni. Tehát az a hasonló érdeklődésű embereket be fogod vonzani, valamilyen módon meg fognak találni, csak az a lényeg, hogy jól láthatóan benne kell lenni a köztudatban, és ezt itt nagyon el lehet rontani, én tettem is. Tehát ami a lényeg, hogy azért lehet elég pofátlan módon is, de pólóra is kér, de minden a honlapod legyen elérhető, hogy akit érdekel, az meg tudja nézni, és az nem nyomulás, hogy te kiírod valahova a honlapodat, akár arra a, nem mondok jelzőt, Facebookra, hogy igenis, hogy én ezzel foglalkozom, vagy csinálsz neki egy Facebook oldalt, és akkor ugyanúgy elnevezed, mint a honlapodat, mint mondjuk én is tettem, hogy kávékirály.hu, és na azt mondja, az mit csinál, itt van, hogy kávékirály.hu, akkor rákattin, ha érdekli, megnézi, ha nem, akkor meg nem. Tehát ennyi az egész. Attól mindenkit óva intenék, hogy egyszer csak elkezdje osztani a DXN kávés fotókat, meg nem tudom, ilyen minden nap többször, vagy akár minden nap, mert az emberek előbb-utóbb ki fogják követni. Már lehet, hogy ezek a videók, amiket csinálok, biztos, hogy kiverik egy-két embernél a biztosítékot, de most hozzáteszem, az már nem az én bajom, tehát hogyha valakit nem érdekel, nem ez az útja, most nem ez az útja, vagy lehet, hogy egyáltalán nem ez, azért nem hibáztatom. Hát ugye ezt a pipát, ezt a követés pipát ki lehet venni azért is, mert valaki, mit tudom én. Nem, most nem mondok példát, de olyan dolgokat kezd megosztani, mert úgy gondolod, hogy téged nem érdekel és nem akarod látni. Mert nem, valamiért. Nem azért, mert haragszol rá, csak ezeket inkább nem akarod látni a hírfolyamodban, amit én amúgy sem nagyon nézegetek, nagyon ritka, bármi ilyesmi. De akit érdekelni fog, az biztos, hogy meg fog találni, mert nekem is, tehát jönnek olyan, például YouTube csatornámra most nemrég két olyan feliratkozó, aki az egyikre, tehát hogy mondjam, megnéztem, hogy ki az, neki nem voltak fönn videói. Volt olyan is, hogy rengeteg DXN-es iratkozik föl, főleg külföldiek mostanában, nem is mostanában, azok rengetegen iratkoznak föl YouTube csatornámra, de olyan is voltak most egy hölgy, aki megnéztem a feliratkozásait, nem volt sok, nem tudom, hogy azóta, de pár nap, egy hete volt, most nem tudom, mikor nézed ezt a videót, mindegy, tehát ezt így hozzá kell rakni. Nem volt olyan sok feliratkozása, tehát most 50, vagy nem tudom, de 100 alatt, tehát valami elenyészően kevés, és néztem, hogy mondom, én ott vagyok közte. Aztán ott voltak olyanok is, olyan nagyobb, nem csak, hogy a YouTube-on nagyobb nevek, vagy híresebb emberek, hogy én azt mondom, hogy hoppá, rá, én is föl vagyok iratkozva, akkor ott volt egy magyar kutyakiképző is közte, tehát lehet, hogy szerintem engem a kutyás videóim alapján találtak meg, ami valakinek szimpatikus, valakinek nem, mindegy, és nézem, hogy hoppá, hát mondom, és akkor éreztem, hogy hát mondom, ez megtiszteltetés, tehát hogy feliratkozottam, és néztem, hogy nem sok feliratkozása van ilyen csatornákra, és azt is elnézegettem, hogy nem ilyen, most
nem akarok megsérteni, tehát nem ilyen humoros csatornák, azok is nagyon jók az ilyen humoros csatornák, meg akármilyenek, de tök értelmes dolgokról fölött, és nézem, mondom, én is ott vagyok közte. Hát mondom, és hogy. És csak megtalált valahogy, mert valahogy, ahogy csinálom a dolgomat, hát ez is ez a bevonzás, hogy úgyis meg foglak találni. Csak csinálni kell, ennyi az egész. Jól kell csinálni, egyre jobban, mert ugye lehet, hogy majd nekem is be kéne szerezni a nagyon profi ilyen vlogger cuccokat, meg kivilágított, nem tudom mit, de nem ettől fog függeni, hidd el nekem, mert akit érdekel, az fogja szépen kikapcsolja a pofámat, azt meghallgatja, amit mondok, mert lehet, hogy az nem érdekel, hogy itt beszélek, az arcom csak éppen a hangomat fogja hallgatni. Tehát nem ettől fog, hogy most mi, így lehet például most a vlogger cuccokra kitérjek, több 100 000 forintot el lehet költeni, ilyen mikrofon, olyan mikrofon, háttérvilágítás, persze, hogyha valaki tényleg olyan szintű videókat csinál, ahhoz kell is. De most ehhez, hogy én itt pofázok a kamerába, ez nem szükséges. És hát igen, ugye arról is beszéltem akkor, hogy mit csinálnék másképp, tehát biztos, hogy nem kezdeném el megosztogatni, de ilyen amatőr módon tényleg a kávéüzletet. Az, hogy én most csinálok egy-két videót és fölrakom, hát akinek tetszik, akinek nem. Ennyi. A másik, amit nem csinálnék, az, hogy hát... Én nagyon tényleg rászántam az időt, nagyon szépen megfogalmaztam, hogy baromi hosszú, de még az előző emelem cégkel is egy ilyen kis szövegecskét, és hát szépen rengeteg, tehát szerintem az összes ismerősömnek elküldtem, azért annyira voltam profi, de ezt nagyon-nagyon idézőjelben mondom, mert ez egy baromság volt ezt csinálni, tehát ezt nagyon utálják, és mindenkit óva intenek tőletől a, nem is tudom, most hogy hát a spammelés végül is, van rá egy jobb szó, hogy hát azért a nevét beleírtam mindenkinek. De az egésznek a csúcsa, amikor valaki bele se ír, csak így bam, szia, látom, hogy mindegy, teljesen mindegy, hogy tényleg nem egy unintelligens, nem tudom milyen szöveget írtam, de rá se reagáltak, szerintem 100-ból egy, vagy nem tudom. Vagy az is olyan volt, hogy hát mi ez a spam duma, és akkor meg, hogy hát ezt miért kellett, és baromira igazol, tehát ezt se csinál, nem kell. Kivéve, hogyha ez neked jól áll, vagy téged úgy ismernek az emberek, hogy hát nem tudom, hogyha valaki, mert van akinek ez jól áll, hogy így ráírogat valaki, olyan nagy dumás, vagy olyan egyéniség. Hát nekem ez nem jött be, és ezt nem javaslom senkinek, kivéve akinek mégis ez így bejön, de nem szereti senki, hogyha üzlettel, meg ilyen olyan dologgal csesztetik, mert örül, hogy szabad ideje van, és akkor na, még akkor ez üzlet, meg termékbemutató, meg így, meg úgy, meg amúgy, tehát ezt biztos, hogy nem csinálnám. Aztán most lehet, hogy kapcsolok egy villanyt, mert így már kezd tarthatatlan lenni ez a fényviszony. Ugye megnézzük, hogy mi újság van, hogyha hanyat nem esek itt a szobába. Na, hát igen, ugye fejlődő képesség, tehát ha elkezd az ember videózni. De gondoltam, hogy jó lesz ezzel a lakóval, meg gondolom, itt nem a látványom van a hangsúly. Annyit pofáztam, hogy elfelejtettem, mi a videóm témája, és nem fogom azért sem megvágni, mert igyekszek mostanában úgy fölvenni, még ha nem is mindig sikerül, mondjuk most se, hogy ne kelljen sokat vágni ezen a videón. Igen, tehát amikor valaki elkezdi a DXN üzletet, akkor mi a közös mindenkiben, aki elkezdi, tehát mondom azt, hogy van egy sztorit, hogy miért kezdted el, mi motivál, meg a terméktapasztalat, amiről fogsz tudni beszélni, akár az is, hogy megittem, most mondok valamit, de én is csináltam egy ilyen magot, hogy nagyjából, hogy megittem az első csésze DXN kávét, esetleg mit vártam tőle, és mi az, amit éreztem, milyen ízű volt, vagy esetleg az, hogy megittam egymás után, nem tudom, mert én szerintem úgy volt, hogy vagy kettőt, vagy hármat, ugye a szponzorom adott két vagy három tasak kávét kipróbálni, amit kiderült, hogy azóta már nem is így csináljuk, tehát teljesen fölösleges ez is, hogy ilyen tasak kávékat adogatunk, mert rengeteg pénzt lehet költeni, és nem igazán úgy fogjuk, mindig egy erről egy másik videóban beszélek. Kipróbáltam is, mondom, fú, Ganoderma kávé, meg vérnyomás szabályozó, meg olvastam a Ganoderma, és akkor rengeteget bújtam a honlapját, tehát ez egy baromi, és úgy vártam, hogy így megiszom, és akkor na, akkor most valami lesz. Mit tudom én, mit szárnyam nő, és akkor repülni fogok, vagy nem tudom, és így megittam. Azt éreztem, hogy sejmes, így csúszik le, és baromi finom. Az egyiknek volt valami furcsa mellékíze, mert olyan gyógynő, de baromi finom, hogy hopp, ezen éreztem, hogy na, ebbe van valami gyógynövény. Volt az egyik, talán a Maca Vita kafé, úgy van, mindegy, nem tudom, hogy kell mondani, én így mondom csak, hogy a macás kávé. Talán az egyik az volt, meg a zímokka, fú, hát az a kakaós kávé, és ez baromi finom, és akkor fú, még van egy tasakkal, és hát ezt is megiszom. És én szerintem, most nem emlékszek már, hogy volt, hogy milyen időközönként, én benyomtam, vagy két vagy három kávét, és nem volt sem, tehát nem az, hogy megiszol három kávét, mondjuk jófajtát, hát attól aztán elkezdesz még háromszor olyan gyorsan reppelni, mint most én, meg nem tudom, hogy aki esetleg érzékenyebb rá, szerintem, ha még valami baja is lesz, mert nekem lett volna, az biztos, mert ugye magas volt a vérnyomásom.
És erről, na, szóval erről is lehet blogolni, hogy, vagy videót csinálni, hogy milyen az első tapasztalatod a kávéval. Tehát nem kell itt ilyen baromi nagy dolgokra gondolni az elején, mert nagyon sok mindenki, mondom, nekem is ez volt az, hogy mondom, én itt vagyok, mit tudom én, egy tanár, meg BMX-eztem, akkor most gördeszkázok. Tehát most ki a franc, meg kutyám van, érted? Most anyámmal élek, macskám van, és ne is legyek kemény. Tehát, hogy most ki a francot fog érdekelni, hogy én mit pofázok. Mert értettem, én mondtam, azt mondom, hogy amiben jó vagyok, arról csináljak blogokat, videókat, meg valahogy kössem össze a DXN-nel. Csak baromira nem volt önbizalmam, hogy jó, persze, hogy most mit tudom én, mindenki a hobbiában ugye valószínű, hogy jó, most az rendben van, hogy én mit tudom én, viszonylag sok trükköt tudok BMX-el, de most ez ki nem szarja le, már bocsánat. És akkor jó, ezt össze kell kötni a DXN-nel. Tehát értettem, én meg tudtam, hogy nem beszél hülyeséget, de ezt nagyon sokáig nem csináltam, és próbáltam másokat másolni, tehát ami nem állt meg eleve szó szerint lemásolni, eset még a nem a szponzor, az ő szponzorának megkérdeztem, hogy figyelj, ezt a blogodat, ezt lelophatnám az oldaladról, és akkor ő még ugye megengedte, mert még ő sem nagyon tudta akkor szerintem, hogy utána mondta, hogy hát igen, bizony, ez duplikációnak veszi a Google. Tehát volt, hogy ó, ez olyan jó, ezt hadd csenjen már tőled, vagy egy kicsit átfogalmazom, mert nem tudtam, hogy most én miről is írja, csak azt láttam, hogy ugye a nézeg, akkor rengeteg DXN-esnek néztem az oldalát, és láttam, hogy mindenkinek, illetve hát mindenkinek, azoknak, akik már mondjuk évekkel előttem járnak, hogy mennyi blogbejegyzésük, mennyi jól megszerkesztett képük, meg videójuk van. Hát a videót így néztem, hogy úristen, ez videókat csinál, meg mert beszélni. Mert milyen lazán beszél róla, te jó Isten. És akkor így, hát mondom, hogy hol vagyok ehhez képest, és tessék azt mondta, hogy hát basszus, hogy tudom én behozni ezt a hátrányt. Holott nem lóverseny, tehát magammal versenyzek, illetve az a lóverseny, hogy én mennyire akarom azt, mennyire büdös nekem az a pocsolya, amiben ülök, amiből ki akarok törni. Jó, most nem azt mondom, hogy baromi rosszul érzem magam, de értitek, mire célzok. Tehát mennyire fontos a célod, mennyit akarsz érte tenni, mert fel lehet zárkózni, de most nem az a célom, hogy XY keresztvonallal, azt így hívják, tehát egy másik DXN-essel versenyezett, csak éreztem, hogy hát a viharban nem vagyok hozzá képest, de most se, mert ugye évekkel előttem járt, csak már azért valamit fölzárkóztam, de nem ez a cél, csak akkor így éreztem, és így teljesen álmondom, mert hogy, hát ez a spirulináról blogol, meg a cordycepsről, meg izé, mit tudom, utazni volt, meg ilyenek, mert ugye már vitte a DXN utazni ingyen, mert ilyet is tud, akár hiszük, akár nem, és akkor tehát most miről? Hát akkor meg ilyenek, hogy ugye vannak, mindig vannak, meg akkor is volt rengeteg céges videó, és akkor csináltak arról videókat, például, hogy a cég, akik elértek egy bizonyos szintet, vitte őket ingyen mediterrán hajó körültre, és akkor erről szépen raktam fel az oldalamra, ugye a videót, meg hozzáírtam, hogy milyen állomásai voltak, meg hogy ide el lehet menni, de aztán így ezeket, miután most már egy új oldalon van, már föl se rakom, mert így néztem, ilyen erőltetett volt, hogy ó, oké, rendben van, hogy nagyon jó videók voltak, de az nem én vagyok, hanem az, hogy valahogy nem, tehát ilyeneket nem csinálok, majd ha én elmegyek, akkor. De ugye ott is bennem volt, hogy jaj, ezek elmentek oda, illetve ezek, hogy ők. Én meg nem voltam ott, meg én most csak itt egy kis zöldfülű vagyok, tehát baromira nem volt önbizalmam, de tényleg mostanában hát egy bizonyos ideje látom, hogy meg is értettem, hogy tehát tudtam akkor is, hogy nem mond hülyeséget a szponzorom, meg a fölötte lévők sem. Csak úgy ráéreztem, hogy tényleg erről van szó, hogy igenis annyi önbizalma legyen az embernek, hogy mint alapból, amikor nem az MLM-mel foglalkozol, érted, hogy amikor fogod és elmész kosarazni, vagy lementek sörözni, vagy bármi más, amit úgy tudsz csinálni, hogy úgy nem az van, hogy így ú, a francban most kezdő vagyok, nem, tehát most elkezdted egy üzletet, nyilván kezdő vagy, de abban a dologban, amiben jó vagy, jól beszélsz mondjuk spanyolul, és akkor arról kezdesz el, hogy igen, spanyol, valahogy összekötöd a DXN-nel, lehet nagyon csalafinta módokon összekötni, lehet egy kis humorral, ezt mindenki majd meg fogja találni magának, hogy ő hogy tudja összekötni a kávéüzletet. Most spanyol például, most ez jutott eszembe, tök mindegy, hogy hú, de jól fog jönni, hogy én már milyen régóta, meg tök jó folyékonyan, mondjuk én még nem folyékonyan beszélek, aztán valaki folyékonyan beszélek spanyol, hát ez baromi jó, hát rengetegen beszélnek, rengeteg spanyol nyelvű kávéfogyasztó van. És akkor ezeket meg tudom szólítani, ezeket az embereket, akár e-mailben, vagy írok blogbejegyzés spanyolul, csinálok videó spanyolul, most mondtam egy példát rá, jó, de itt pofázhatnék nem tudom hány órán keresztül, tehát mindenki meg fogja találni a módját. Annyi, hogy én azt javaslom, hogy ha a szponzorod mond valamit, persze nem biztos, hogy hallottam olyat, hogy nem, valaki nem ért egyet a szponzorával, de mondjuk úgy, hogy tényleg azt mondja, nem, én ezt nem így akarom csinálni. Rendben van, csak az a lényeg, hogy csinálja az ember. De azért érdemes, mert valami, biztos, hogy mivel már csatlakozott, tehát valami van abban, amit a szponzorod mond. Én is észrevettem, tehát nem voltam vele szemben elutasítva, amiket mondott nekem, csak valahogy mégsem úgy csináltam, és kár, hogy nem úgy csináltam, hanem kezdtem hülyeségeket csinálni, meg ilyen nem egyénre szabott, ilyen spammolós klón. Nem jó dolgokat.
És biztos, hogy még a mai nap, mondom, ez a videó is szerintem megnézem majd valamikor, azt mondom, hogy itt rakás izé, mert mit tudom én, ott van a háttérben izé labda mindig, az a fitness labda. Ezt én meg annyira nem vagyok fitness mindig. Jó, tehát mondom, szponzorra odafigyelni, hogy miket mond, és mindenki el tudja kezdeni ezt az üzletet, mert az, akit te esetleg megnézel, és azt mondjuk én, hogy XY, hogy fú, ő már hol van, meg hogy meg van szerkesztve ez a kép például, meg hogy tök jó, mert izé mennyi terméket meg tudott már rendelni, meg mennyi terméket kipróbált, én meg még ezt még nem próbáltam ki, és bármi, tehát azt ő is elkezdte valahol, mindenki elkezdte valahol, és te is el fogsz jutni arra a szintre, sőt, még nagyobb szintre is, meg magadhoz képest biztos, hogy egyre följebb fogsz jutni. Úgyhogy én itt nem túl röviden, meg nem kevés mellébeszéléssel ennyit szerettem volna mondani a videóban, hogy mindenki elkezdi valahol, csak fejlődni fog, hogyha hajlandó tanulni. És mondom, mindenkinek van története, meg termék tapasztalata, célja, hogy mit akar elérni a DXM-nel, úgyhogy ennyi, ezekről kell beszélni, illetve ami mondom, ami nagyon fontos, amire hamarabb kellett volna, hogy hallgassak a szponzoromra, hogy amiben te jó vagy, amit szeretsz csinálni, a hobbid, akár a munkát, valahogy arról kell tartalma, hogyha online vagy, online beállítottságú, de az online mindenképpen érdemes kihasználni, blogok, videók, akár podcastek, ilyen hanganyagokat is lehet csinálni, diavetítések, ezerféle módja van, most lehet, hogy még én nem soroltam föl csak a jéghegy csúcsát, megtaláld a módját, hogy te a saját egyéniséget, a saját dolgaidat hogy fogod tudni az üzlettel összekötni, és akkor biztos, hogy menni fog. Meg a másik, hogy szedni kell a termékeket, hogyha ha tetszenek, már pedig tetszenek, mert azért vagy ebben az üzletben, mert finomak is, és akkor fogsz ilyen jó kis rövid videókat csinálni azért, mert bekávéztál. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!